Sziasztok! A mai videóval, amit láthattok, ezzel szeretnék jelentkezni a NYX Space Awards-ra. A témám, azaz a sminkem, a Frost Queen, amelyet a kedves modellemen készítek el. Remélem tetszik nektek, és hogyha tetszik, akkor a lenti linken, ott az infoboxban tudtok rám szavazni. Köszönök minden szavazatot! A sminkemet először a szemmel fogom kezdeni. A szemhéjat lealapoztam, egy szemhéj alapozóval. Ezután pedig egy világos, kékes színt fogok alkalmazni az egész szemhéjra. Következő lépésként a külső V-be tulajdonképpen egy sötétebb kék színt fogok használni. Amit ezután szépen eldolgozok ott a külső részen, elsatírozom, elmasszatolom, hogy egy kicsit ilyen füstösebb, átmenetesebb hatást érjek el. Végül következett egy lilás kékes szín, amit elsatíroztam voltak éppen azt is a külső részre oda az egész kékségbe. Aztán egy kicsit finomítottam még rajta, meg még fogok is egyébként, de rá is tértem egyből a szemöldökre. Bocsánat, hogy belelógott valami a kamerába. Tehát egy kék színű szemceruzával elkezdem a szemöldököt végül is befesteni. Majd miután felkentem ezt a türkiszkék szemceruzát, voltaképpen következik egy sötétebb kék, amiből azt szeretném elérni, hogy az egész szemöldök egy ombre hatást keltsen, de ne teljesen, csak szép kék színvilágot hozzon vissza nekünk, és akkor a legvégére, a szemöldök legvégére még sötétebb kéket, tehát világos, sötétebb, még sötétebb kék, amennyire csak lehet, így csináltam meg, de nem teljes ombre szerintem, de nekem így is tetszett. Azután csillámot raktam rá, mindkét szemöldökre. Majd egy jó réteg alapozó kerül a modellem arcára. Persze ezen az egész smink végéig nagyon sokat fogok igazítani, mert nagyon furcsa ezután egy tökéletes alapozót eloszlatni végül is egy másik ember arcán, nekem legalábbis. De miután nagy nehezen kész lettünk, és nagyon szépen eloszlattunk mindent,
egy kis korrektort fogok a modellem szeme alá tenni. Kis háromszög alakba mindkét oldalra, amit egy smink szivacsal eloszlatok szépen. A kontúrozásnál azt szint használom azt a halványkéket és fehéret, amit a szemhéj alapnál használtam. Ezután egy lilás, inkább feketére hajazó, nagyon sötét színt viszek fel. Miután is szépen elsatíroztam itt a dolgokat, még az egyik ecsetemet belemártam kékbe, fehérbe, aztán még azon egy kicsit így odaigazítok az egész arccsontra, hogy azért szép fényes legyen. A maximális fényesség kedvéért még egy ilyen folyékony állagú highlightert is fogok használni. Még egy kis plusznak, ami feldobja itt az egész témát, cukrot csillámporral, lila és kék csillámmal összekevertem, ami számomra egy kristályos hatást eredményez, és még ezt felvittem az arccsontra. Hogyha már egyszer Frost Queen, Ice Queen, akkor... legyen egy kis jeges bevítése is, amennyire lehet ezt házilag megoldani. Hát ez nagyon házi megoldás, de nekem így jött ki az egész kreatív énem. Tehát még egy kicsi lilával megerősítettem ezt az egész kontúrt. Ezután pedig rátértem az orr kontúrozására, amire egy halványabb kéket használtam. Ezt nem is nevezném olyan kontúrnak igazándiból, mert ez majd így az egész smink végére is szépen így eloszlatgatom, meg így egy kicsit elmaszatolom, tehát, de szerintem nekem így tetszik. És nem szerintem. Majd egy nagy fekete műszempillára csillámport szórtam kéket és lilát. Ezt hajlakkal fixáltam, majd felraktam a modellemre, csak ezt technikai okokból nem tudtuk levideózni, de láthatjátok ezen a felvételen, hogy fenn van. Egy kis feketével ott a szembillák tövébe még egy kis vonalat húztam, majd a szemöldökön használt türkis színnel a külső vénél, illetve a szempillatöveknél még egy pici kéket is húzok. A vízvonalat egy fekete szemceruzával kontúrozom. Ezután még egy smink szivacsal korrigálom itt a dolgokat.
Ezután egy highlighter sticket használok az orrészhez, amivel még kiemelem. Majd szempilla spirállal még itt spirálkodok az alsó-felső pillákon. A modellem testét egyébként így mell részig úgy készítettem el, úgy láthatjátok a videón, illetve a képeken, hogy primerbe, egy kis fehér színű primerbe fehér-kék szemhéjfestéket kevertem, és akkor arra raktam egy kis csillámport. Nem gondoltam, hogy ez felvételt igényelt, mert nincs benne semmi ördöngőség. Az ajkakra térve fehér rúzs hiányában fehér szemhéjpúzert használunk, ami szintén egy nagyon fényes, és szerintem nagyon szép keretet ad ennek az egész sminknek. Majd végül ezt a csodálatos ajkat is korrigálom egy kis korrektorral. És el is készült az én saját jégkirálynőm, amit megalkottam a képzeletem szüleményéből. Remélem, hogy tetszik nektek, és hogyha igen, akkor nagyon megköszönöm a szavazatokat, mert nekem ez nagyon sokat jelent, és nagyon köszönöm, hogy egyáltalán jelentkeztetek egy ilyen versenyre. Tehát még egyszer köszönöm a lehetőséget a NYX Cosmetics-nek. Egy élmény volt elkészíteni a sminket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!